Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pénztől esik el Szekszárd, külsős embereket bíz meg a többségi frakció olyan munkával, amit eddig az önkormányzat dolgozói láttak el. Gyilkos bika, Zacher Gábor szerint sokáig jelen lesz még a drogpiacon a halált okozó kábítószer. Sok a bizonytalanság, kisebb a büdzsé, több tervvel készül a szezonra az atomerőmű KSC Szekszárd. Nemzetiségi nap, együtt ünnepeltek a különböző népcsoportok a Parhanton. Külsős személyeket bíz meg Szekszárd olyan feladatokkal, amiket eddig az önkormányzat munkavállalói láttak el, jelentős bevételt termelve ezzel a városnak. Erről döntött hétfői ülésén az ÉN Szekszárd tagok által vezetett Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Ács Rezső polgármester szerint ez több 10 millió forintos kiesést okoz az önkormányzatnak. Két fontos beruházás, az ipari park fejlesztése, valamint a zöldváros projekt kapcsán döntött hétfőn az ÉN Szekszárd vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság arról, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokat mostantól nem az önkormányzat dolgozói végzik majd, hanem megbízási szerződéssel külsős személyek. Ács Rezső szerint ezzel a lépéssel több 10 millió forinttól esik el a szekszárdi önkormányzat. Ezt eddig valóban a hivatal dolgozói látták el. Az ő munkabérük egy részét például ilyen projekteknél számoltuk el, csak hogy tudják a városlakók, itt több 10 millió vagy 100 millió forintról beszélünk összességében a projekt teljes időtartama alatt. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az épülő úszodáról is tárgyalt hétfőn. A bizottság még márciusban kezdeményezte független szakértő megbízását az építkezés értékelésére. Azt akarták megtudni, befejezhető-e az építkezés, és hogy történtek-e mulasztások a kivitelezés során, valamint ha igen, az kinek a felelőssége. Az igazságügyi szakértő egy 123 oldalas összegzésben válaszolt valamennyi feltett kérdésre. Kiderült, hogy kisebb hibák ugyan voltak az addig elvégzett munkában, ám az úszoda megépíthető, a mulasztások pedig javíthatóak. Akkor a szakértői véleményt, bár ők kezdeményezték a megrendelését, mégsem fogadta el az ÉN Szekszárd tagokból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Ezért újabb kérdéseket tettek fel a szakértőnek. Az ezekre kapott válaszokat értékelték hétfőn, csak hogy érdemi előrelépés Ács Rezső szerint most sem történt, ugyanis a Gazdasági Bizottság csak arról döntött, hogy újabb egyeztetést kezdeményeznek az épülő úszodával kapcsolatban. Ez a bozgolás, ami különböző beruházásoknál van, ugye az tulajdonképpen abban az irányban mutat, hogy nem fognak ezek a beruházások megvalósulni. Itt az orvosi rendelőről beszélünk példaképpen, de itt óvodáról, bölcsödéről van szó, és egyéb fejlesztésekről is. Én végre azt szeretném, hogyha a többség nem azzal takarózna, hogy az egyfős polgármester mindent meg tud akadályozni, semmit nem tud megakadályozni, maximum felfüggeszteni a döntés, ami szerinti újra tárgyaltatja a közüléssel. Az ÉN Szekszárd frakció korábban már megakadályozott egy városi beruházást, a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építését állították le. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntéseivel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ÉN Szekszárd frakció vezetőjét, aki a bizottság elnöke is egyben. Szerettük volna tőle megtudni, miért látták indokoltnak, hogy azt a feladatot, amit eddig hivatali dolgozók végeztek el, és jelentős bevételt termeltek a városi költségvetésbe, mostantól külsős személyek csinálják. Valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, mi az oka annak, hogy a város gazdasági ügyeit tárgyaló felelős testületként döntés helyett újabb egyeztetést kezdeményeztek az épülő úszodáról készült, általuk kezdeményezett szakvéleménnyel kapcsolatban. Ám Bomba Gábor adásunkig nem válaszolt. Kizárt, hogy egyhamar eltűnik a hazai drogpiacról az eddig már bizonyíthatóan 11 ember halálát okozó Bika Fantázió nevű kábítószer, ezt mondja Zacher Gábor. A toxikológus szakértő szerint a főként Kínából származó vegyület annyira erős, hogy akár már egyszeri használatkor is szívhalált okozhat. Ráadásul a dílerek nem is tudják, hogy pontosan mit árulnak, ezért a drog higítása mindenféle szakértelem nélkül történik, ezért halnak meg egyre többen. Félájultan tántorgó kábítószer fogyasztók egy rendőrségi videón. A képanyagot néhány napja tette közzé a hatóság, hogy az új Bika Fantázia névre keresztelt drog veszélyeire hívják fel a figyelmet. A Bika fogyasztásába eddig bizonyíthatóan 11-en haltak bele Magyarországon, közöttük Tolna megyei áldozat is van.
A bikát cigarettába sodorba szívják, a szert főként Kínából és Indiából postán rendelik. És ez az egyik legnagyobb baj vele, vagyis, hogy itthon gyakorlatilag semmit nem tudnak róla a toxikológus szakértő szerint. Az eddigi tapasztalatok alapján a használók gyakran skizofrén rohamokat kapnak, majd szívköröli görcs alakul ki náluk, végül sok esetben halállal végződik a fogyasztás. Nagy intenzitással kötődik azokhoz a speciális fogadóhelyekhez, ami ugye a képes arra, hogy befogadja ugye az ilyenféle anyagokat. Nagyon intenzív a szívre történő hatása, és a központi idegrendszerre történő hatása, ami azt jelenti, hogy szívritmuszavar, hirtelen szívleállás, halmozott epilepsziás rohamok jelentkezhetnek. Mint ahogy ezen a rendőrségi videón is látszik, az elmúlt hetekben az ország különböző részein, köztük Tolnán is fogtak el olyan dílereket, akik a Bika nevű szerrel is kereskedtek, és a drogból sokat le is foglaltak a rendőrök. Zaher Gábor szerint viszont ez nem jelenti azt, hogy a Bika egyhamar el fog tűnni a hazai kábítószerpiacról. Sokáig velünk lesz ez a hatóanyag, és nem fogunk tőle ilyen egyszerűen megszabadulni, idézőjelbe. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos dolog ugye erről beszélni, mert lehet, hogy úgy fog előkerülni, hogy mondjuk egy másik szerrel együtt. Esetenként úgy fog előkerülni, hogy gyakorlatilag nem fogunk vele találkozni egy pár hétig, majd utána megint megjelenik a piacon. A Bika egyébként a szegénytelepek tipikus drogja. Egy ilyen hatóanyaggal átitatott sodort cigarettához a szakértő szerint néhány száz forintért is hozzá lehet jutni. Minden előzmény nélkül szorította meg ismerőse nyakát egy 25 éves szekszárdi férfi a Garai téren. Majd miután a társaság tagjai számon kérték, hogy miért csinálja ezt, a férfi elővett egy kést és fenyegetőzni kezdett, valamint ismerőseit szidalmazta, provokálta. A társaság tagjai jelezték az esetet a hatóságoknak. Kollégáim azonnal a férfi keresésére indultak, rövid időn belül sikerült őt elfogni, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte, azonban arra magyarázatot adni nem tudott, hogy miért szorongatta meg ismerőse torkát. Az eset további körülményeit a szekszádi rendőrkapitányságon vizsgálják. Súlyos pénzhiánnyal vág neki a következő szezonnak az Atomerőmű KSC Szekszárd. Nem kapták meg ugyanis eddig azt a támogatást az éjjel Szekszárd vezette helyi önkormányzattól, amit eddig minden évben biztosított nekik a város. Pedig a szekszárdi kosárlabdacsapat készül az Európa kupára és a magyar bajnokságra is. A járványügyi helyzet miatt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen formában tarthatóak meg a meccsek, és az is kérdéses, hogy a külföldi csapatok milyen összetételűek lesznek. Elkezdődtek az edzések, kemény alapozás folyik jelenleg a Tolnai megyeszékhely NB1-es női kosárlabda csapatánál, hangzott el a KSC Szekszárd szezonnyitó sajtótájékoztatóján. Nehéz szezonra készül a csapat mind szakmai, mind anyagi értelemben. A koronavírus miatt ugyanis elképzelhető, hogy zárt kapus meccseket tartanak majd, ami miatt így a jegybevételek kiesése nagyjából 5 millió forint mínuszt okoz majd a KSC-nek. Ráadásul az éjjel Szekszárd frakció vezette önkormányzat egyelőre azt a pénzt sem biztosította az együttesnek, amit eddig minden évben megkaptak. A város támogatása még nem érkezett meg a klubhoz, ugye évek óta kaptunk 40 millió forintot egy szezonra, ezt egyébként az idei szezonra is megszavazta a közgyűlés, ezt követően ugye a koronavírus veszélyhelyzet miatt nem került kifizetésre, és azóta pedig igazából szóba sem került a közgyűlésen. A szekszárdi csapatnál 9. szezonját kezdő Teodoreán Alexandra bízik abban, hogy el tud kezdődni a magyar bajnokság, és be is tud majd fejeződni, nem fog közbeszólni a járvány. Abban reménykedek nagyon, hogy nem kell belekóstolnunk abba a helyzetbe, hogy zárt kapus meccsek lesznek itt a bajnokságban, úgyhogy ugye az köztudott, hogy nálunk a szurkolók azok tényleg egy 6. ember a pályán, aki tényleg a jóban, meg a rosszban ugyanúgy mellettünk állnak. Én nem is tudok elképzelni, sem belegondolni, hogy milyen érzés lenne egy üres csarnokban kosárlabdázni. A csapat készül a 2020-2021. Évi Európa kupára is. Sok a bizonytalanság a koronavírus járvány miatt, több tervel is készülünk, és igyekszünk rugalmasan reagálni a nem várt helyzetekre. A csapat viszont remek formában van, fogalmazott Gyokis Zsajkó vezetőedző. A szakember kihangsúlyozta, továbbra is az a távlati céljuk, hogy egyszer az Európa kupát megnyerjék.
A jelenlegi bizonytalan helyzetben nehezíti a felkészülésüket, hogy egyelőre nem tudni, a külföldi csapatok milyen összetételűek lesznek. Erős csoport kaptunk, cél, hogy legyünk legjobb kettő között, hogy tudunk menni tovább, és Európa Kupa mindig olyan, minden plusz meccs, ez a plusz ajándék, mert plusz lehetőséget tapasztalatok szerezni. A szekszárdiak az Európa Kupa A csoportjában a Győrrel, továbbá egy török és egy ukrán csapattal találkoznak legközelebb. A hiányzó támogatás miatt megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét. Szerettük volna megtudni, tervezik-e, hogy támogatják idén az atomerőmű KSC Szekszárdot, és ha igen, mekkora összeggel. Ám Bomba Gábor adásunkig nem válaszolt. Nemzetiségi napot tartottak Aparhanton. A második alkalommal megrendezett eseményen minden ott élő népcsoport megjelent, többen saját népviseletükben. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Aparhant ezzel az eseménnyel jó példával jár elő a hasonló lakosságú települések előtt. Kezdetét vette a második alkalommal megrendezett Aparhanti Nemzetiségi Nap. Az idei eseményt Nagy Boldogasszony ünnepével kötötték össze, így szentmisével kezdődött az ünneplés. Tavaly a helyi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében indult el a kezdeményezés, ami nagy sikert aratott az ott lakók között. Ziegler Teréz az esemény egyik főszervezője elmondta, a céljuk az, hogy hagyományt teremtsenek, és egy olyan rendezvényt szervezzenek, ahol összejönnek az ott élő népcsoportok, nemzetiségek, és közösen ünneplik azt, hogy békében tudnak együtt élni, hiszen sok minden köti össze őket. Szerencsére jó közösségünk van, az itt élő svábok együttműködnek a székelyekkel, az itt élő romákkal, az itt élő felvidékiekkel. Egyik nagyobb csoport kisegíti mindig egymást, ha rendezvényeink vannak, mindig akkor a másik besegít egy kicsikét, hogy mindenki úgy érezze, hogy mindenhol szívesen látják. Az eseményen részt vett Orbán Attila, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke is, aki elmondta, nagyon jó példája Aparhant a nemzetiségi együttélésnek, hiszen székelyek, svábok, felvidékiek és romák is képviseltették magukat az eseményen. Nagyon örült annak, hogy a fiatalok is támogatják a hagyományőrzést. Mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes fejleszteni egy településen, hogyha közösség is van, hiszen mindig a közösségnek van szüksége ezekre a fejlesztésekre. Úgyhogy örülünk, hogy van közösség, és érdemes Aparhantra fejlesztéseket hozni ezek szerint. Eddig nem volt jellemző a településre a hagyományok és a kultúra ápolása, de a jövőben a település önkormányzata is támogatja majd az ilyenfajta programokat, fejlesztéseket, fogalmazott Dávid Tímea, Aparhant polgármestere. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki bár származását tekintve székely, fontosnak tartja mindenféle népcsoport és nemzetiség hagyományainak megőrzését. Közös rendezvények vannak, és egymás rendezvényeire is eljárnak, sőt, hát egymásnak most már rokonai is vagyunk, hiszen több generáción keresztül már a vegyes házasságok divatja megvalósult, úgyhogy én remélem azt, hogy ennek a rendezvénynek is a későbbiekben megmarad a hagyománya. Az államtitkár azt mondta, Magyarországon a nemzetiségiek minden olyan joggal bírnak, amely biztosítja számukra az identitásuk megőrzését és erősítését. A jogosult települések 92%-a, vagyis majdnem minden település nyert már fejlesztési forrást a Magyar Falu programon keresztül, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn Budapesten. Gyopáros Alpár elmondta, a programot a falvakkal közösen írták és bonyolították. Így valósulhatott meg, hogy az óvodaudvar fejlesztésére kiírt pályázatot a települések jelzésére kiegészítették a közterületi játszótér fejlesztésének lehetőségével is. Így már olyan települések is pályázhattak, ahol nincs óvoda, közölte. A Magyar Falu programban mostanáig 8540 nyertes pályázatot hirdettek, amely 2658 települést érintett. A programban további 14 döntési kör van hátra, közölte a kormánybiztos, aki szerint a 40 milliárd forintos keretből mintegy 1300-1500 nyertes pályázat lehet még. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Több százan látogattak el a kétnapos rendezvényre, várfesztivált rendeztek Siklóson. Zenés, táncos és énekes műsor, német nemzetiségi mulatság Pécsváradon.
telt ház és programok. Hétvégén is rengetegen választották a Balatont. Több százan látogattak el a hétvégén a Siklósi várba. Két napon át zajlott a Várfesztivál, ahol az ország különböző pontjairól közel 200 hagyományőrző mutatta be a középkori szokásokat. Az egyik legnépszerűbb program a vár előtt zajló csata volt. A Siklósi vár elfoglalását és visszaszerzését is láthatták azok, akik ellátogattak a hétvégén a Várfesztiválra. A kétnapos programon az ország különböző pontjairól közel 200 hagyományőrző érkezett, és mutatták be a középkori szokásokat, viseleteket. A rendezvényre több százan voltak kíváncsiak, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Nemrég jöttünk, körülbelül egy órája, volt lovas program, meg a solymokat tarthatták a kezükbe, ezek nagyon tetszettek nekik, de most éppen nagy háborgásban vagyunk, mert nem harcolhatnak a törökök ellen, vagy a törökökkel, de már várjuk, hogy mi lesz itt a csatában. A szervezők kiemelten figyeltek a koronavírus miatti korlátozásokra is, így egyszerre maximum 500-an tartózkodhattak a várban. Szentgyörgyvári Péter várkapitány elmondta, ennek ellenére a tavalyi évhez képest is többen látogattak el a hagyományőrző programokra. A csaták mindig a napnak a fénypontjai, de egész nap mindenféle műsorokkal várjuk a kedves vendégeket. Solymász bemutatónk volt, ami nagyon nagy siker volt. Itt voltak a langalita garabonciások, gólyalábakkal, a török megszállást is nagyon sokan megnézték, úgyhogy igyekeztünk úgy kiválogatni a programjánkat, hogy az mindenkit érdekel, és úgy néz ki, hogy ez most sikerült is. A nyár, majd az ősz folyamán további rendezvényeket szerveznek a Siklósi várban. A kulturális események után még decemberben is várják az érdeklődőket. Az idei évi programsorozatot az adventi vásár zárja. Idén is megrendezték Pécsváradon a hagyományos német nemzetiségi mulatságot. Az eseményen zenés, táncos és énekes produkciókkal várták az érdeklődőket. A kulturális műsorok mellett pedig különböző házi finomságokat is kóstolhattak a vendégek. A sütemények megvásárlásával a Pécsváradi Német Klubot támogatták. A Városi Tűzoltó Zenekar műsorával vette kezdetét a Német Nemzetiségi Mulatság Pécsváradon. Az együttes már több mint 80 éve alakult, de fiatalok és idősebbek egyaránt tagjai. A repertoárban különböző stílusú művek szerepelnek, de ezen az alkalmon természetesen német nemzetiségi dallamok csendültek fel. Van egy együttműködési szerződésünk a Pécsváradi Német Önkormányzattal, és hát minden évben mi nyitjuk meg az ő napjukat, minden évben van egy nap. A német nap, és akkor a megnyitáson mindig itt részt veszünk. A hagyományos estet már több mint 15 éve rendezik meg a Baranyai településen. A zenés produkció után táncos és énekes műsorral is készültek a szervezők. A helyi fellépők mellett német kéri és fekedi csoportok is színpadra léptek. A szervező Német Barátsági Egyesület vezetője elmondta, ez egy fontos esemény a pécsváradiak életében. Érdekes módon valamikor ez egy volt a sok augusztusi rendezvény közül, most meg idézve egy picit magunkra maradtunk, tehát a várszínházi előadások is elmaradtak, illetve más rendezvények sem kerülnek megtartásra, de mi azért fontosnak tartottuk, hogy megpróbálkozunk ezzel. Mindvégig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e tartani, de szerencsére úgy tűnik, hogy elindult legalábbis. A rendezvényen nem csak színvonalas előadások, hanem finom falatok is várták az érdeklődőket. A házi sütemények megvásárlásával pedig a Pécsváradi Német Klubot támogatták. Megtelt pihenni vágyókkal a hétvégén Fonyód. A Balaton legkeresettebb és legmodernebb strandjaival rendelkező településen több ezren kapcsolódtak ki. A koronavírus járvány miatt javasolt, másfél méteres távolságot ugyan nem lehetett betartani, de a legtöbben vittek magukkal szájmaszkot a partra. A vendéglátó egységek is körültekintőek és folyamatosan fertőtlenítenek. Sokan töltötték a hétvégét Fonyódon, rengetegen szálltak hajóra, de megteltek a strandok is. Ez az idősekből álló baráti társaság Miskolcról érkezett. Hetedszerre jöttünk ide. Nagyon jó a víz, szeretjük az egész részt, ezt a Fonyód, Lelle, Boglár, ezt a három helyen vagyunk mindig. A másfél méteres távolságot nem volt egyszerű betartani. Beszéltük is magunk között, ezt, hogy nagyon sűrű vannak az emberek, és senki nem vigyáz erre a vírus dologra.
A szájmaszkot mutatja ez a zalaegerszegi nő. A család amennyire tud, odafigyel a biztonságra. Maszk mindig van a táskában, kézfertőtlenítőt viszont azért nem hozunk magunkkal, mert akárhova megyünk, akár egy mosdóig, ott azonnal ki van pakolva, tehát erre nagyon figyelnek a helyiek. Ez a család, ha teheti, a Balatonnál pihen. Mint mondják, minden adott a kikapcsolódáshoz, és meg is fizethető. Nem csak a strandok és a vízpart, hanem Fonyód belvárosa is megtelt turistákkal. Ebben az étteremben még nagyobb figyelmet fordítanak a biztonságra, folyamatosan fertőtlenítik az asztalokat, és többféle kézmosószert is használnak. Az egység tulajdonosa azt mondja, erre a nagy forgalom miatt is szükség van. Az augusztus az nagyon jó forgalmat produkál, úgy néz ki, viszont a május, június, július az elég tragikus volt, úgyhogy hát az egy hónap nem segít bennünket ki. Ahogy én nézem a számokat, olyan 60%-os lesz a tavalyihoz viszonyítva körülbelül. Még ha nagyon jó lesz az utolsó két hét, akkor 65% talán föl tud menni, de mivel nincs több asztalunk, meg több székünk, ugyanannyi van, mint eddig volt, úgyhogy körülbelül ilyen forgalmat fogunk produkálni. A koronavírus még mindig jelen van, így a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a megelőzési intézkedéseket, például fontos a gyakori kézmosás és zárt terekben a szájmaszk viselése. Mintegy 3000-en tették meg a 9 kilométeres távot Fonyód és Badacsony között a harmadik Balaton átevezésen. Szuppal, kajakkal és sárkányhajóval is vízre szálltak. A rendezvényhez nem volt túl kegyes az időjárás, egy órára szüneteltetni kellett az indulást, hiszen másodfokú riasztást adtak ki a térségre. Összességében azonban egy sikertörténet a program, így nyilatkozott Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. 1200, figyelj! Egyedülálló rendezvénynek adott otthont a Fonyódi Kutyás Strand. Harmadik alkalommal rendezték meg itt a Balaton átevezést. A megmérettetésre az egész országból érkeztek. Nagy kihívás, Balaton átúszás megvolt, úgy gondolom a Balaton átevezés is jó lesz, és ezért vágtam neki. Sokan most vágtak neki először a 9 kilométeres távnak. Balaton átevezésből ez az első, és nagyon nagy várakozással vagyok, az a célom, hogy visszaérjek. Száppal, kajakkal, kenúval, csónakkal és sárkányhajóval is nekivágtak a Fonyód-Badacsony-Fonyód távnak. Mintegy 3000-en neveztek a versenyre. Kövér Márton 55 perc alatt teljesítette a feladatot. Ez még ilyen evezhető hullámos víz. Hát odafele ugye szembeszél volt, visszafele hátszél, tehát odafele szembe jöttek a hullámok, visszafele hátulról. Visszafele lehetett kicsit úgy szörfözni a hullámokon. Ez ilyen downwindnek mondják a száp sportba. Jó volt. Voltak, akik komolyan vették a versenyt, és mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb időt evezzék. Ez a csapat Békés megyéből érkezett Fonyódra. Nagyon jól telt el, nagyon oda tettük magunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra, mert meg sem álltunk, nem is ittunk, nem is csináltunk helycserét, semmit sem, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Az amatőrök mellett profi sportolók, olimpiai és világbajnokok is vízre szálltak. Szerintem ez a kajakkenu sportnak is egy nagyon nagy ünnepe, és tényleg látjuk azt, hogy nagyon sok igazolt versenyzőnk van, és mellette látszik az az oldal, és akik vagy versenyzők voltak, vagy nem voltak sose versenyzők, ott tényleg nagyon sokan a kajakkenu sportok, nagyon sokan amatőrként is a hétköznapokban űzik. Idén mintegy 3000-en neveztek a Balaton átevezésre, a megmozdulás pedig sikertörténet, mondja Schmidt Gábor, az MKKS elnöke. Én azt gondolom, hogy ez az esemény és az, hogy ma ennyien itt vannak az utóbbi évek hosszú munkájának köszönhető, hiszen mi alapvetően egy versenysport szövetség vagyunk, de elkezdtünk jó pár évvel ezelőtt egyre intenzívebben a szabadidősporttal, a víziturisztikával is foglalkozni. Szerte az országban rengeteg közös fejlesztést hajtottunk végre a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, Révész Máriusz kormánybiztos úrral, és nagyon-nagyon sok új vízitúra megálló hely épült meg, és látjuk azt, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen országban, amely természetes vizekben ennyire gazdag, én azt hiszem, hogy a futás, a kerékpározás mellett egyre többen gondolják úgy, hogy vízre szállnak. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy fejlesztik a balatoni vízitúra útvonalakat. A déli parton már több kajakkenupontot is kialakítottak, ahol bárki bérelhet sporteszközöket. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer, röviden. Pénztől esik el Szekszárd, külsős embereket bíz meg a többségi frakció olyan munkával, amit eddig az önkormányzat dolgozói láttak el. Gyilkos bika, Zacher Gábor szerint sokáig jelen lesz még a drogpiacon a halált okozó kábítószer. Sok a bizonytalanság, kisebb a büdzsé, több tervvel készül a szezonra az atomerőmű KSC Szekszárd. Nemzetiségi nap, együtt ünnepeltek a különböző népcsoportok a Parhanton.
Szerdán felhős időre készülhetünk, délelőtt lehet szemerkélés, zápor, de számottevő eső már nem várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!